Ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, amint az megvan írva a Mózes 4. könyvének 16. részében, a 16. rész első 11 versében, amelyet leülve és figyelemmel hallgassunk meg. Mózes 4. könyve 16. részéből, az első 11 versből így szól hozzánk Isten igéje. Kórá pedig Icár fia, aki Lévi fiának, Kehátnak a fia volt, összefogott Dátánnal és Abirámmal, Eliáb fiaival, meg Onnal, Pelet fiával, aki Rúben fia volt. És fölkeltek Mózes ellen Izrael fiai közül 250 emberrel együtt, akik a gyülekezet vezetői voltak, tanácsbeli, jól ismert emberek. Összegyűltek Mózes és Áron ellen, és azt mondták nekik, sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttük van az Úr. Miért emelitek hát magatokat az Úr gyülekezete fölé? Mikor meghallotta ezt Mózes, arcra borult, és így szólt Kórához, és egész csoportjához. Reggel megmutatja az Úr, ki az övé, és ki a szent, és kit fogadott magához. Mert akit magának választott, azt magához fogadja. Ezt cselekedjétek hát. Kórá és egész csoportja, vegyetek magatokhoz tömjénezőket. Tegyetek bele tüzet. Rakjatok rá füstölőszert az Úr előtt holnap, és az a férfiú lesz szent, akit kiválaszt az Úr. Sokat tulajdonítotok magatoknak, Lévi fiai. Mert azt mondta Mózes Kórának, halljátok meg, kérlek, Lévi fiai, hát keveslitek, hogy titeket Izrael Istene külön választott Izrael gyülekezetétől, hogy magához fogadjon titeket, hogy szolgáljatok az Úr hajlékánál, hogy a gyülekezet szolgálatában álljatok? És hogy magának fogadott téged és minden testvéredet, Lévi fiait is veled együtt. Most még a papságot is kívánjátok. Bizony te és egész csoportod az Úr ellen fogtatok össze. Mert ki az az Áron, hogy ő ellene zúgolódtok. Isten áldása tegye áldottá az ige hallgatását, szívünk befogadását és annak megtartását. Gyertek ezért, imádkozzunk. Istenünk, hadd adjunk hálát neked ezen a délelőttön azért, hogy megnyitottad a te házad ajtaját. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk együtt, a gyülekezet közösségében, és áldhatunk téged azért a gondviselésért, amely elhordozott bennünket az elmúlt hónapokban, úgy, hogy nem lehettünk együtt a te házadban, de veled közösségben lehettünk. És köszönjük, Urunk, hogy egyikünk sem beszélhet ma arról, hogy te elhagytad volna egy pillanatra is őt. Köszönjük, hogy ott tudhattunk a mi jelenlétünkben téged, és ott láthattunk a napjainkban, amikor megmentettél bajoktól, amikor megőriztél, amikor meghallgattál imádságokat, amikor kiparancsoltad a mindennapi táplálékot, amikor lehet, hogy meg kellett élnünk kicsit szűkösebb időszakokat, de mégsem pusztultunk éhen, és mégsem éhezett a lelkünk. Köszönjük, hogy gondoskodtál mind a testi, mind a lelki táplálékról. És áldunk téged azért, hogy mi tudhatjuk azt, hogy minden mögött ott voltál te. És a te tudtod és akaratod nélkül semmi nem történt. Légy áldott ezekért. Köszönjük, Istenünk, hogy ha az elmúlt időszak változást hozott az életünkbe. Köszönjük, hogyha
Az eddiginél jobban munkálkodtál a lelkünkben, mert csendet teremtettél, mert volt rá időnk, és figyelhettünk rád. Áldott légy azért, Úrunk, hogy így is szemlélhetjük az elmúlt időszakot. És hadd kérjünk most arra, hogy ne szűnj meg munkálkodni közöttünk és bennünk. Urunk, hadd maradjon érték számunkra az ige. És hadd lássuk meg, hogy ma is a te igéd, és ma is a te lelked az, amely képes változást hozni a mi életünkbe. Urunk, segíts, hogy ne lazítsunk és ne szűnjünk meg imádkozni. Hadd lássuk meg azt, hogy nekünk minden helyzetben szükségünk van rád. Köszönjük azokat az élethelyzeteket, amit te megengedsz, és azt is, amit ezután fogsz megengedni. És légy áldott azért, Urunk, hogy mindennel célod és terved van. Nyisd fel a mi tekintetünket, a mi értelmünket, hogy ezeket a célokat meglássuk, és tudjunk azon az úton járni, amit te jelöltél ki számunkra. Segíts ebben most is. Amen. Isten igéje, ami által szólni kíván hozzánk, meg van írva a Mózes 4. könyvében, a 16. rész 31. versétől a 35. versig. Isten igéjét és az ige üzenetét leülve és figyelemmel hallgassuk meg. A megnevezett helyről így szól hozzánk Isten igéje. És az történt, hogy mihelyt befejezte ezt a beszédet, meghasadt alattuk a föld, megnyitotta a föld a száját, és elnyelte őket házuk népével együtt. Kórá minden emberét és minden jószágukat. Ők és mindaz, ami az övék, elevenen szállt le a Seolba. Befette őket a föld, és kivesztek a gyülekezetből. Az izraeliek pedig, akik körülöttük voltak, mind elfutottak az ő kiáltásukra, mert azt mondták, még minket is elnyel a föld. És tűz jött ki az Úrtól, és megemésztette azt a 250 férfit, akik füstölőszerekkel áldoztak. Köszöntöm a gyülekezetet újra a templomban. Nem tudom, gondolkodtunk-e azon, hogy mennyire nincs véletlen az életben. És mennyire nem véletlen az, hogy ezen az éven, amikor elkezdtük az istentiszteleti alkalmainkat, akkor vasárnap délelőttönként olyan bibliai családokról volt szó, akiknek a példáján keresztül nagyon sok mindent tanulhattunk, megláthattunk. És lám Isten biztosított egy néhány hónapot, amikor minket meg összezárt a családjainkkal. A megszokottól jobban. És talán elgondolkodtunk azon, hogy a családunk, akiket Isten ránk bízott, meg akikkel megajándékozott, milyen állapotban van. Talán felszínre jöttek olyan dolgok, amit eddig nem vettünk észre. Vagy nem akartunk észrevenni. Talán magunkban láttunk meg dolgokat, talán a családunkban. Isten a figyelmünket odafordította
ami igazán fontos. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a család az mindennél fontosabb. Hát Isten megmutatta ezt most, hogy mennyire fontos is nekünk a családunk. Ha visszaemlékszünk még a legutóbbi alkalmon, Mózes szüleiről volt szó, Amrámról és Jókébedről, és azzal fejeztük be az istentiszteleti alkalmunkat, hogy vizsgáljuk meg, hogy mennyire merjük mi hittel rábízni a gyermekünket, meg a magunk életét az Istenre. Tudom, hogy vannak közöttünk olyanok, akiket Isten ebben megpróbált. Ez sem véletlen. Ma is szeretnék bibliai családokról beszélni, nem egy családról. Ma több családfőről és több családról szeretnék szólni, és nem véletlenül olvastam fel ezt a történetet, mert az a történet nagyon jól szemlélteti azt, hogy mi történik meg egy családdal akkor, ha talán csak egy ember, a családfő, helyet ad a szívében olyan dolgoknak, amik nem Istentől valók. Nem tudom, mennyire szoktuk ezt vizsgálni az életünkben, hogy mi az, ami nem Istentől való. Azt mondja az ige, hogy minden, ami nem hitből van, az bűn. Nem így szoktunk ezekre tekinteni, de jó lenne, ha megtanítana Isten így tekinteni a szívünk tartalmára. Kórá és társainak a története ez, akiket Isten arra választott ki, hogy a szent sátor körül teljesítsenek szolgálatot. Lévi törzséből valók voltak, nekik Isten nem adott külön más feladatot, nem adott nekik örökséget, hanem ez volt az ő tisztük, és végül is az örökségük is, hogy az Úrnak szolgáljanak. Nem kellett mással foglalkozniuk. Ezzel telhetett el minden idejük. Isten népe, akik meg örökséget kaptak, meg földeket kaptak, ők eltartották ezeket a lévitákat a tizedükből. És ezek az emberek, akiket Isten arra szánt, hogy neki szolgáljanak a szent sátor körül, ezek egyszer csak fellázadnak Mózes és Áron ellen. Ebben a szolgáló közösségben is felüti a fejét egy olyan lelkiség, egy olyan dolog, ami a mai napig nem veszett ki az emberek közül. Talán mindig is jelen volt az emberek között, és jelen van ma is. Ez egy ismert betegség, és hadd mondjam azt, hogy ez ellen nem fog megvédeni a maszkunk sem. Ezt a betegséget úgy hívják, hogy elégedetlenség, telhetetlenség. És milyen különös, hogy éppen azok között üti fel a fejét az elégedetlenség, akik igazából a legelégedettebbek lehettek volna. Akiknek nem kellett a mindennapi feladatokkal foglalkozni, csak azzal, hogy elvégezzék az Úrtól kapott szolgálatukat. Milyen különös, hogy azok között, akik azt mondják magukról, hogy mi szentek vagyunk. Egyszer csak megjelenik a telhetetlenség. Hadd mondjak el, testvérek, egy néhány dolgot erről a lelki állapotról. Egy kicsit utána olvastam, és még a világi irodalom is úgy beszél erről, mint lelki állapotról. Ez egy olyan lelki állapot, aminek a hátterében az irigység és a nyugtalanság áll. Abból fakad, abból táplálkozik. Egy olyan állapot, ami nagyon hamar, nagyon rövid idő alatt békétlenséget idéz elő az ember szívében.
biztos közöttünk nincsenek ilyenek, de ha esetleg volt már bennünk elégedetlenség, akkor biztos éreztük azt, hogy ez pillanatok alatt teljesen átformálja a hangulatunkat, az állapotunkat, a békességünket, a gondolkodásunkat, mindent. És még a hanglejtésünket is át tudja formálni. Egy kicsit megemelkedik a hangunk ilyenkor. Semmi nem lesz jó. És ez mind-mind az irigységből táplálkozik. Ebben az állapotban az történik az emberrel, hogy egy szempillantás alatt leértékelődik minden, amink van. Minden. Még azok a dolgok is, amiknek korábban örültünk, amiért korábban hálásak voltunk, és talán nagyon sokat dolgoztunk, vagy küzdöttünk érte, egy pillanat alatt leértékelődik, és olyan, mintha semmink nem lenne. Első renden az elégedetlenség hatással van az embernek az értékrendjére. Ami addig örömet okozott, már nem okoz örömet. És minden, ami van, leértékelődik, és minden, ami másnak van, az elkezd felértékelődni. Minden, amit látok, vagy tudok róla a másik életében, elkezd utána vágyni a szívem, és szeretném a magaménak tudni. Figyeljük csak meg, hogy mi minden történik ezekkel az emberekkel egy pillanat alatt. Az első dolog, amit nagyon-nagyon fontos az Isten népének látnia, hogy mihelyest helyet ad az ember az elégedetlenségnek a szívében, rögtön elvész az Istenre való figyelés. Nem tudom, van-e közöttünk olyan ember, aki elégedetlen, és azt mondja, hogy én még mindig nagyon jól tudok figyelni az Istenre. Elvonja a figyelmünket. Nem fogunk tudni figyelni az Isten vezetésére. Nem fog érdekelni, hogy Isten milyen utat jelölt ki számomra, mert én már azon az úton járok, meg az agyam azon gondolkodik, hogy hogyan szerezzem meg azt, amit én megkívántam. Tehát eltűnik az Istenre való figyelés. És elmondom azt is, ami a gyakorlatban történik ilyenkor. Elkezdjük hanyagolni az igeolvasást is, meg ha olvasunk is, akkor se fog mondani szinte semmit. És nem fogunk tudni odafigyelni az Isten igéjére. Ezért történik meg nagyon sokszor velünk az, hogy meghalljuk az igét, akár egy Isten tiszteleten, de nem tudunk vele mit kezdeni. Mert az elégedetlenség egy olyan fullánk, ami megöli rögtön az Istenre való figyelést. Az Ószövetségben ez egy nagyon különös állapot volt, tudtak erről az emberek. És képzeljük el, testvérek, hogy úgy tekintettek az elégedetlen emberre, mint boldogtalan, nyugtalan emberre. Hát az elégedetlenség boldogtalanságot szül. És ez teljes mértékben igaz arra is, amikor az ember az anyagi javaival elégedetlen, meg amikor mondjuk a társával elégedetlen. És ez a boldogtalanság, amit eredményez. Sokan szeretnének boldogok lenni úgy, hogy megmarad a szívükben az elégedetlenség, és nem tudnak boldogok lenni. Ez az oka. És így tekintettek az Ószövetségben az emberek egymásra, amikor látták, hogy ott van a szívében az elégedetlenség, és tudták jó, hogy ennek az lesz a következménye, hogy boldogtalan és nyugtalan, békétlen ember lesz belőle. És az is lett. A következő dolog, amit eredményez, az pedig a zugolódás. Elkezd a nép zugolódni Mózes és Áron ellen, akiket Isten állított oda.
hogy vezessék, igazgassák, szolgálják az ő népét. Aztán ebből jön a következő lépés, hogy azért nem áll meg itt az ember, amikor elkezd a szívében zugolódni, hanem kezdenek elfajulni a dolgok, és lesz belőle vádaskodás. Biztos találkoztunk már irigy emberrel. Észrevettük, hogy mindig vádol valakit. Általában azt, akire irigy. Általában azt, akinek kívánja a helyzetét vagy a javait. Hát erre nem Isten tanít minket. Amikor megtelik az ember szíve elégedetlenséggel, akkor elkezdi vádolni az embertársát. Ezt azért mondom el, testvérek, hogy ha legközelebb találkozunk ilyen emberrel, akkor nagyon hamar tegyük fel neki a kérdést, hogy elégedett ember vagy. És rögtön lelepleződik, hogy mi van a szívében. Rögtön. Lelepleződik a boldogtalansága, a gyűlölete, a zugolódása, minden előjön. Aztán, amikor elkezdik vádolni Mózest és Áront, akkor látnunk kell azt is, hogy ez az állapot, ez ragályos. És elég volt hozzá egy ember, aki maga mellé vett még kettőt, az meg hozott magával még 250-et. És futótűzként elterjed a nép között ez az állapot. Nagyon gyorsan. Elég volt hozzá egy szószóló, aki egy kicsit hangosabban tudta kimondani a véleményét. És mindjárt lettek pártfogói. A példabeszédek könyvében a 15. részben találunk egy ilyen igét, hogy aki a telhetetlenséget követi, megrövidíti az életét, és nyugtalanná teszi a maga házát. Nem azt mondja az ige, hogy ezt nem lehet követni. Lehet. Csak elmondja Isten, hogy mi lesz a következmény. Megrövidül az élet, mert azért innen a nyugtalanság ki van üzve. Az az ember, aki elégedetlen, az nem nyugszik meg. Annak folyamatosan azon jár az agya, hogy hogyan szerezzem meg azt, amire vágyok. De azt is írja az ige, hogy nyugtalanná teszi az egész háza népét. Testvérek, most egy pillanatra gondoljunk az otthonunkra, és gondoljuk végig azt, hogy van-e a házunkban békesség. Nyugalom. És most egy kicsit mögé lássunk, tegyük fel a kérdést, hogy elégedettek vagyunk-e. Mert azt mondja a példabeszédek könyve, hogy azért nincs egy-egy otthonban békesség, mert az elégedetlenség kiűzte onnan. Nyugtalanná vált a háznép. Amikor nem tudunk békességgel szólni egymáshoz, amikor minden baj, amikor semmi nem tetszik az otthonban, amikor a családfő, az apa vagy az anya úgy lép be az otthonba, hogy mindenki menekül, mert tudja, hogy valami baj biztos lesz. Valami biztos nem fog tetszeni. Láttunk már ilyet, ugye? Hát ezt okozza az elégedetlenség. És hadd mondjam el, hogy Isten haragszik az elégedetlenségre. Isten gyűlöli ezt az állapotot. És ezen az állapoton nincsen áldás. Sokszor szeretnénk Isten áldásait élvezni úgy, hogy nem elégszünk meg Isten áldásaival. Szeretnénk Isten javaival gazdálkodni, bővölködni benne, de avval se vagyok elégedetlen, amit eddig megadott Isten.
és nem ad többet. Sőt, nagyon gyakran megtörténik, hogy azt is elveszi, ami van. Észre sem veszik az emberek, és egy pillanat alatt magával rántja őket ez az esztelen állapot. Mert ez az. Mi lett ennek a következménye? Azt olvastam az igéből, hogy Isten haragja lesújtott ezeknek az embereknek a családjaira. Elveszett családjával, házanépével, és felsorolja korábban az ige kisgyermekeivel, jószágaival, mindenével együtt. Isten nem tűri meg az ő népe között ezt a lelkületet. A többieket, a 250 másik embert, azt meg tűzemésztette meg. Mi néha csak úgy végig gondoljuk azt, hogy hát vajon miért ment el közülünk egyik vagy másik, miért halt meg, mi volt az oka. Testvérek, Isten ma sem tűri az ő népe között ezeket a dolgokat. És mi azzal vagyunk különbek, hogy Isten megtanít bennünket felelősen élni. Na de ennek a felelősségnek van egy ilyen vetülete is, hogy te, ha az Isten gyermekének mondod magadat, akkor vajon te mit hordasz az Isten népe közé? Mit hozol be? Mit engedsz meg magadnak, amit aztán beviszel az Isten népe közé? Mert ezt is felelősséggel kell tennünk. Ugye milyen különös, hogy azt mondta Kórá, mikor odaállt Áron és Mózes elé, hogy ezek itt mindnyájan szentek. Azt mondja Mózes, az majd kiderül, hogy ki a szent. És ki is derült. Az majd kiderül, mert azt mondja az ige, hogy aki az úréi, akit magának választott, azt magához is fogadja. Aztán kiderül, hogy nem fogadja magához őket az Úr. Ennyire voltak szentek. Mennyire jó lenne vigyázni ezután azzal a kifejezéssel, hogy én az Úré vagyok. Mert ha az Úré vagyok, akkor olyan dolgokat fogadok és hordozok magamban, ami az Úrtól jön. Mert azt tesz engem azzá. Azt tesz engem az Úr gyermekévé, hogy az ő dolgait fogadom el. Mert az, hogyha valami másat fogadok el, az már nem tesz az Úr gyermekévé. Az már gonoszszá tesz. Azt írja az ige, volt, aki elevenen szállt a pokolra, családjával együtt. Családok pusztulnak el, családfők elégedetlensége miatt. Most lehetne azt mondani, hogy na de ma már ilyen nincsen. Ma már azért nem látunk ilyet, hogy megnyílik a föld, és családok szállnak le a földbe, és betemeti őket a föld. Valóban nincsen. Valóban nincs olyan állapot, testvérek, hogy családfők elégedetlenné válnak, és mondjuk félrelépnek a házasságukban. Mert az, akivel addig élt, az már nem jó. Nincs olyan, hogy családfők elégedetlensége miatt magukra maradnak gyermekek? Ha megnézzük most az egyházi gimnáziumainkat, a gyermekek nagy része magára maradott gyermek. Mind a két szülő ott hagyta. És be vannak rakva a gimnáziumban, mert ott enni adnak, neki meggondoskodnak róla. Testvérek, nem úgy történt ez az egész, hogy rögtön megnyílt a föld alattuk. Volt ennek előzménye, meg lett következménye. Ez az egész úgy kezdődött, hogy valami nem tetszett. Nem voltam elégedett azzal, amin volt. És ez lett a következmény. Ez egy folyamat volt.
ami szépen lassan végigjátszódik, és ez lesz a következmény. És amikor mi azt mondjuk, hogy ilyenek nem történnek meg ma, akkor nézzük meg, hogy ezeket a lépéseket, amiket felsoroltam, hogy megszűnik az Istenre való figyelés, boldogtalanság lesz, zugolódás lesz, vádaskodás lesz. Ezt mind-mind láthatjuk a mindennapokban, ugye? Kinél élénkebben, kinél titkoltabban. Csak látni kell, hogy ez az egész hová vezet. Hogy pokoli állapotok állnak be családokban. Igen. Nagyon sok gyermek kínozza magát, vagdossa magát. Nagyon sok gyermek nem akar otthon lenni. Miért? Mert pokoli állapot van. És elkezdődik a csúszás. És ez előidéz majd egy erkölcsi romlást, ami egyre inkább jobban fog hasonlítani a pokoli állapothoz, mint a mennyeihez. Ugyanezeket a dolgokat látjuk ma. Ugyanez a következmény a mai napig nem változott meg a következmény. Ugyanezt kell az embernek beterveznie, hogyha megtartja az elégedetlenséget a szívében, hogy ennek ez lesz a következménye. Nem leszek kivétel, ha ez marad a szívemben. Az elégedetlenség megmaradt, és megmaradt annak a pusztító hatása is. És hadd mondjam azt, testvérek, hogy ma sokkal nagyobb mértékben pusztít. Azért, mert a ma élő ember úgy tekint az elégedetlenségre, mint valami egészséges dologra. Én már hallgattam ilyen előadást, amiben azt mondta az előadó, hogy az elégedetlenség az egy nagyon jó motivációs eszköz, mert segít elérni a céljaidat. Azt nem mondta, hogy milyen áron, de segít. Hogy milyen árat kell aztán fizetni érte, erről nem beszél senki, mert nagyon jól tudja, hogy nagyon keserű pénzt kell fizetni érte. És nagyon sok áldozatot kell hozni érte. Azt mondják, hogy nagyon jó hajtóerő, ami visz előre. És felmerjük tenni a kérdést, hogy hova visz? Felmerjük tenni a kérdést, hogy vajon jó az irány? Mert ezek azok a dolgok, amikről nem szoktunk beszélni. És miközben visz, mert visz ez bennünket, tudunk-e vajon józanon gondolkodni? Jellemző-e ránk a boldogság, a tisztánlátás, a békesség, a szeretet? Ezeket akarjuk, ezekre vágyunk. Megvan ez? Van egy aprócska különbség, testvérek. Az az ember is, aki az Istenre figyel, az is halad, meg az az ember is, aki elégedetlen, és az elégedetlensége hajtja, az is halad. A kettő közt van egy apró különbség. Hogy az egyik embert vezeti Isten, a másikat meg viszi az elégedetlensége. Az egyik ember tudja, mit csinál, mert Isten vezeti, a másik meg azt csinálja, amit tud, mert őt hajtja, viszi az indulata, a vágya. Hát ez a nagy különbség. Testvérek, nem azzal van a baj, amikor az ember szeretne többre jutni. Ezen nincs semmi baj. Azzal sincs baj, amikor az ember szeretné, ha jólétben, anyagi biztonságban lenne a családja. Isten nem tagadja meg ezeket az áldásokat, és nem bánik fösvényen vele. Mert nem ezzel van a gond. Nagyon sokszor az Ószövetségben látjuk azt, hogyha Isten meg akart áldani valakit, éppen így áldotta meg, hogy ezeket a dolgokat adta meg neki. A baj azzal van, amikor én olyan úton indulok el, amit az Úr nem jelölt ki számomra.
amikor én ezt olyan úton akarom megszerezni, amiben engem már egyáltalán nem érdekel, hogy mit mond az Isten. És nem is vezet az Isten engem. Mert Isten meg tud áldani, ha az ő útján járok. Akkor is meg tud áldani. Lehet, hogy nem úgy, ahogy én képzeltem el, nem úgy, ahogy én gondoltam el, de meg tud áldani. De vajon joggal kérek és várok áldást arra, amiben nem vezet az Úr? Isten tudja jól, hogy mire van szükségünk. De tudja jól azt is, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy a magunk jóléte érdekében levegyük a tekintetünket az Istenről. És levegyük arról, amivel Isten bízott meg. Ez a történet akkor kezd el romlásba torkollani, amikor Kórá és a barátai leveszik a tekintetüket arról, amivel Isten bízta meg őket. És itt kezdődött el a romlás, a többi már következmény. És nézzük meg, hogy addig semmi baj nem volt velük, amíg nem ezen gondolkodtak, hogy fellázadjanak. Testvérek, a mai üzenet így hangzik, ne akarj olyan úton járni, amit Isten nem jelölt ki a számodra. Ennyi. Ne akarj olyan úton járni, amit Isten nem jelölt ki a számodra. Ha Isten meg akar áldani, meg fogja mutatni az útját. Meg tudja. Ha Isten szeretne megjutalmazni, vagy megajándékozni, meg fogja találni a módját. De ne járj be olyan utakat, amit Isten nem jelölt ki számodra. Ma is nagyon sok család sínyli meg az apák és anyák elégedetlenségét. Sok családban van pokoli állapot emiatt. Sok gyermek nélkülöz. Na, nem anyagiakat, másat. Amit nem lehet pénzen megvenni. És hogy hol lesz ennek a vége, lehet, hogy még nem látszik. De ez a történet arról beszél, hogy nagyon sokakat betemetett a föld. Van egy érdekes rész ebben a történetben. Amikor ez az egész lejátszódik, azt írja az ige, az izraeliek pedig, akik körülöttük voltak, mind elfutottak az ő kiáltásukra, mert azt mondták, még minket is elnyel a föld. Ugye elgondolkodtam azon, hogy ezek mitől féltek. Tudjuk, mitől féltek, testvérek? Rájöttek, hogy az ő szívükben ugyanez van. És hogy mennyire igaz, ha elolvassuk ezt az egész 16. részt, a 49. versben, az utolsó versben, utolsó előtti versben ezt találjuk. Akik meghaltak egy csapás alatt, 14.700-an voltak azokon kívül, akik Kórá dolgáért haltak meg. Ezek azok, akik szaladtak. Nehogy minket is elnyeljen a föld, és elnyelte. 14.700 embert. Ugye milyen rettenetes dolog? Pedig csak azzal kezdődött, hogy 2-3 ember elégedetlen volt. És az azokon kívül, a 253 emberen kívül, majd 15.000 ember belepusztul. Hát ez ilyen ragályos. Én nem azt a kérdést szeretném feszegetni ma, hogy létezik-e még elégedetlenség. Ez buta kérdés lenne. Én azt szeretném megkérdezni, testvérek, hogy védve van-e a szívünk az elégedetlenség ellen?
Mennyit imádkozunk ezért? Tudjátok, testvérek, amiért nem imádkozunk, az előbb-utóbb természetesen megjelenik az életünkben. És úgy is fogunk rá tekinteni, hogy ez teljesen természetes dolog. Amiért mi nem kérünk védettséget az Istentől, hogy óvja meg tőle a lelkemet, a szívemet, az előbb-utóbb megjelenik, és pont a szívemben fog megjelenni. És csak azt fogom észrevenni, hogy lecsúsztam az Istentől rendelt helyemről. Nem azt fogjuk mi tapasztalni, hogy nem csinálunk semmit, dehogy is. Csak valami mást ahelyett, ami a feladatom lenne. Lehet, hogy apaként nem leszek apa. Anyaként nem leszek ott. Csinálok helyette valami mást. És meg fogom tudni magyarázni. Ezek az emberek a legjobb magyarázatot adták rá. Sőt, vallásos színezetet adtak neki, azt mondták, hogy még szentek is vagyunk. Azt mondta Isten, jó, akkor lássuk, hogy mi ez a szentség. És kiderült, hogy mindenhez közük van, csak éppen a szentséghez nem. Aztán kiderül még 14.700 emberről, hogy nekik sincs közük hozzá. Testvérek, teljesen mindegy, mit állítunk magunkról. Péntek este elhangzott, hogy ami a szívünkben van, azonnan ki kell, hogy jöjjön. És a szívünk egy olyan gyűjtőhely, amiben jó lenne végre megtanulni, tudatosan gyűjteni azt, ami igazán fontos. Az óvatlanság halálos lehet. Megengedjük Istennek, hogy felnyisse a szemünket arra, hogy hol van a helyünk. Megengedjük Istennek, hogy megmutassa azt, hogy ahová állítottalak, ott akarlak megáldani. És meg is tud áldani Isten. De abban a pillanatban, hogy leveszem a tekintetemet az Istenről, abban a pillanatban, hogy elhagyom azt a helyet, ahova Isten állított, elkezdődik egy lefelé csúszás, egy romlás. Csak legyen, aki megállítsa ezt. Olyan jó lenne ma látni, hogy ez fenyegeti a hívő embert is. Nem azt mondja az ige, hogy ez valahol a legistentelenebb emberek közt jött elő. Nem. Pont azok közt, akik a legközelebb voltak a szolgálathoz. Ott ütötte fel a fejét. És azt mondja nekik Mózes, a ti istentelenségetek miatt Isten meg fog büntetni. Testvérek, ha valaki hívő emberré lett, az nem jelenti, hogy ő, nem jelenti azt, hogy őt többé nem fenyegeti az istentelenség. Dehogy nem, még jobban. Ezért kell, hogy a mi életünk védett legyen az Isten kezében. Ha ma ezt hozta elénk az Úr, akkor legyen védett az elégedetlenség ellen. Kérjük meg Istent, hogy tanítson meg elégedni. És hogyha Isten látja a mi elégedettségünket, a mi hálaadásunkat, én azt tapasztaltam eddig az életemben, hogy mindig akkor ad többet. Addig, míg nem tudok hálás lenni érte, nem. De amikor megtanultam örülni neki, meg hálát adni, akkor mindig ad többet. Miért ne áldana meg Isten? De ehhez az kell, hogy tisztán tartsuk a szívünket az elégedetlenségtől. Amen. Urunk, hadd köszönjük meg a te figyelmeztetéseidet, amik mindig életet mentenek. És hadd köszönjük meg a mai figyelmeztetésedet, ami nem csak egy életet, hanem a családjaink életét is megmentheti. Urunk, ma, akik itt vagyunk, hadd fogadjuk meg a te szavadat. És hadd tudjunk olyan imádkozó és könyörgő emberek lenni, akik naponként szeretnénk, ha befedezné bennünket az elégedetlenség ellen. Uram, eddig is nagy károkat, nagy pusztítást okozott már. És ha látod, hogy felütötte a fejét a mi szívünkben,
akkor tisztítsd meg a mi szívünket. Bocsáss meg, amikor zugolódtunk, amikor vádaskodtunk, amikor boldogtalan és békétlen állapotokat teremtettünk az otthonainkban. Bocsáss meg, amikor a magunk frusztrált állapotát kivetítettük az egész családra. Bocsáss meg azért, Uram, amikor levettük a tekintetünket rólad, és hagytuk, hogy vigyen az elégedetlenségünk. Urunk, te látod, hogy mennyi törmelék marad ezután. Milyen romokat hagyunk ezek után, az utak után. Hadd kérjünk csendet az életünkbe, hogy mindig lássuk a magunk lelki állapotát, és mindig tisztán lássuk azt az utat, amit te jelöltél ki számunkra. És hadd vegyük észre azt is, amikor már nem azon járunk, amikor tévútra tévedünk. Könyörülj rajtunk, kérünk. Áld meg a mi gyülekezetünket, és tisztítsd meg azt Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.